Három iskola kórusa találkozott az Ebegényi Szőnyi István Általános Iskolában az intézmény énekkarának 10 éves fennállása alkalmából. A kórus találkozót megtisztelte jelenlétével Hutter Jánosné polgármesterasszony, Verebélyi Ákos tankerületi igazgató és Pauli Sinecné William Vera, az Onnenblumen hagyományőrző alapítvány elnöke. Várdos Bartók Szilvia, a Szőnyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója köszöntő beszédében kiemelte a közös éneklés és az együvé tartozás fontosságát, majd Kodály Zoltán zenével kapcsolatos gondolatait idézte. Egyik munkájában így írt 1966-ban. Ha egy szóval akarnok jellemezni a zenei nevelés lényegét, az a szó nem lehetne más, mint ének. Mechanizálódó korunk olyan úton halad, melynek végén az ember géppé válik. Ettől csak az ének szelleme véd meg. Mi tehát a teendő? Mennél nagyobb tömegeket közvetlen érintkezésbe hozni igazi, értékes zenével. Milyennek ma a legjárhatóbb útja? A karéneklés. Elsőként az Ebegényi Szőnyi István Általános Iskola kórusa lépett színpadra. A kórus találkozó napjától kezdve az énekkar az Ebegényi Zengők nevet viseli, mivel a dalkör tagjai szavazás útján új nevet választottak. Csánkiné Tomek Marian, a kórus vezetője néhány mondatban összefoglalta az énekkar történetét és elért eredményeit. Kezdetben 10-15 fős népdalokat, egyszerű, egyszólamú dalokat éneklő csoportról beszélhetünk, akik az együtt éneklés kedvéért szívesen áldoztak szabad idejükből. A nagy változást a 2008-2009-es tanév hozta, amikor az alsós korosztály is bekapcsolódott a munkába, és a csoportunk 35-40 főse díszett. A minőségi változás az is elősegítette, hogy az alkalmi próbákat felváltotta a heti fix óra, két órás próba. A kezdeti magyar nyelvű daltanulás mellé betársult a német nyelvű is, mely nagy mértékben erősítette iskolánk német nemzetiségi jellegét. A múlt tanév végén szomorúan búcsúztunk a sok évi kórusunk biztos bázisát jelentő 8-os lányoktól. Idén a sok lelkes kicsivel újra kezdjük az építkezést. Legnagyobb eredményünk és büszkeségünk a 2012. és 2015. évi országos német nemzetiségi kórusverseny, ahol mindkét alkalommal kitüntetéses aranyminősítést ért el a kórus. Az énekkar bűsora igen változatos volt. Repertoárjukat gazdagították a német kétszólamú énekektől kezdve, a kánonokon keresztül Várdos Lajos, Szőnyi Erzsébet és Mozart művei is. Másodikként a Verőcei Géza Fejedelem Református Általános Iskola énekkara következett, melynek vezetője Szigeti Benedek Sándorné. A kórus előszeretettel énekel vallásos dalokat és zsoltárokat zenei kísérettel. Műsoruk során különleges zenei élmény részesei lehettek a résztvevők, az énekkar tagjai poharak segítségével adtak elő egy játékos éneket. Utolsóként a Szobi Fekete István Általános Iskola kórusa következett. Kovács Tamás kórusvezető elmondta, fontosnak tartják a hagyományok tiszteletét és szellemi kincseink megőrzését, így jobbára klasszikus kórusművek és népdalok színesítik az énekkar zenei palettáját. A kórus találkozó zárásaként az énekkarok közösen adták elő a Viva la Musica című művet, a három kórus énekét Verebélyi Ákos tankerületi igazgató vezényelte.
Az esemény után az ebegényi zengők kórus tagjainak szülei által készített süteményekkel várták a résztvevőket. Az ebegényi Szőnyi István Általános Iskola emeletén az intézmény kórusának 10 éves történetét bemutató kiállítás nyílt.